Szevasztok srácok, ez itt újra az építs fel, és jól láthatjátok, ismét itt vagyok, hiszen a LEGO ebben a pillanatban jelentette be hivatalosan a következő LEGO Iconsos autó készletét, ami a Lamborghini Countach készlet lesz. Ugorjunk is bele, és nézzétek meg ti is a dobozt, látható rajta, hogy természetesen ez is a 18 pluszos termékcsaládból kerül ki, 10337-es a kódszáma, és 1506 darab alkatrészt található benne. És végre a Ferrari F40 után kapunk egy újabb 80-as évekbeli sportautó ikon. Itt van a fehér Lamborghini Countach. Nagyon aggódtam azon, mert ugye pletykák már szóltak erről, hogy érkezni fog ez a készlet. Nagyon aggódtam azon, hogy nehogy más színben adják ki, hanem a klasszikus fehér színre vágytam. És ténylegesen így adta ki a LEGO ezt a készletet, és a dobozon már az is feltűnhet, hogy ez nem egy alap Countach, hanem az 5000 Quattro Valvoli, ami az 1985-ös évtől kezdve gyártódik, tehát 1985-ös évtől kezdték el gyártani, tehát ez nem a 70-es évekbeli verzió, hanem már a 80-as évekbeli verzió, és hát azt adta ki a LEGO, eléggé poreszul néz ki, szerintem remekül sikerült a kocsinak az eleje, lámpái is meg vannak építve, eléggé szögbe van állítva a szélvédője is, és mint hogyha vadonatúj felnik is lennének rajta, de mindjárt megnézzük egy kicsit közelebbről, ugye itt láthatjátok kicsit nagyobban az autót, a fehér szín kegyetlenül jól állnak, és az is látszódik, hogy a belseje piros vagy bordó LEGO alkatrészekkel van összeépítve, és eléggé ki van szélesítve a hátsó gumi az elsőhöz képest, tehát a Forma 1-es a készletekkel ellentétben itt ténylegesen szélesebb gumit fogunk kapni? Ezt majd meg fogjuk látni, hogyha összeépítettük ezt a készletet, de úgy néz ki, hogy szélesebb gumit fogunk kapni hátulra, mint előre, és hát én élek a gyanúperrel, hogy ezek a fellék a vadonatúj alkatrészek, és azt is nézzétek meg, hogy vagy nyomatok, vagy matricák fognak érkezni a készletre, hát reménykedek benne, hogy ez mind printeléssel fog rákerülni. És hát természetesen, mivel egy V12-es ikorról van szó, ugye a Lamborghini-nél, ami V12-es, azok szoktak ilyen lambóajtószerűen fölnyílni, és hát a Countach is ebbe tartozik, és ebben a készletben is ez gyönyörűen bemutatkozik, szépen föl tudjuk emelni a lambóajtót, egészen menő néz ki, és azért itt jobban látszódik, hogy azt a piros bordó belsőt kaptuk meg, de például itt az ajtónak az a kis része, ahol föl lehet nyitni, még ott a légbömlőnek a része is meg van építve, úgyhogy így első ránézésre nekem kifejezetten tetszik, és ezen a képen már sokkal jobban látszódik, hogy ez szinte biztos egy vadonatúj felni... vadonatúj felni alkatrész. Nézzétek meg a hátulját ennek a gépnek. A hátsó lámpáit fúra eltalálták, és az is látszódik rajta, hogy ez egy európai verzió, legalábbis így kaszni ügyileg, hiszen az amerikai verzióban ugye azok a nagyon undorító lökhárítók voltak rajta, akkoriban azokat rá kellett pakolni, még a Lamborghinikre is, és ez a gyönyörű európai verzió, és látható a Lamborghini Countach feliratunk, még egy Countach rendszámtábra is van, ami hát vagy matrica, vagy nyomtatás, ez most ki fog derülni, 4 hatalmas kidőrentő, és így a képeket nézve ez úgy látom, mintha nem is egy gumiabroncs lenne, hanem mintha 4 gumiabroncs lenne itt hátul, úgyhogy nagy valószínűséggel nem új gumit fogunk ide kapni, hanem 4 gumiabroncs egymás mellé van rakva. Itt gondolom van egy ilyen virsli gumi, mellette meg egy ugyanolyan széles, mint elől, és akkor így hozták létre ezt a szélesebb gumi hatást, viszont úgy néz ki, hogy a fellém különböző, hiszen itt látjátok, nincs annyira bemélyedve, itt viszont sokkal jobban öblösen be van mélyedve, úgyhogy nagy valószínűséggel azok különbözőek lesznek, ez majd ki fog derülni, de hát azok a hátsó lámpák nagyon szexi néznek ki. Itt vannak ezek a kis beömlők, a hatalmas nagy hátsó szán is rá van rakva. Hát eléggé tetszik. És föl lehet emelni a motorház tetőt is. A V12-es motort meg csodálhatjuk benne. Egészen szexi De várjatok már, itt voltak még extra képek. Hogy áll ez? Össze-vissza tekerődik. Igen, így meg tudjuk nézni oldalról, látjuk a felniket, itt van, ezt látjuk. Igen, a csomagtartó, ezt a képet kerestem, a csomagtartót is, csomagtartót, Lamborghini Countach, tehát azt hiszem oda volt berakva a pótkerék, ezt is föl tudjuk emelni, vajon lesz-e benne pótkerék? Kíváncsi vagyok rá, ez is ki fog derülni az összeépítéséből, bár azért itt látszódik, hogy az ív az gyönyörű, az egészen jól visszahozta az eredeti autó vonalait, de azért, hát itt azért van extra hézag, ez azért annyira nem néz ki jól, de az ajtónál azért nincsenek annyira nagyon durva hézagok, szerintem azt jól eltalálták, legalábbis, hogy a képek alapján nekem az kifejezetten tetszik, itt az elején azért egy kicsit
furcsán sikerült ez, és itt a doboz hátulján a méretét meg tudjuk nézni, 34 cm hosszú lesz, és 9 cm magas, egy nagyon lapos ékalakú autóról van szó, úgyhogy nem is meglepő, hogy nem egy magas építést kaptunk, de azok a lambóajtók valami kegyetlen jól néznek ki rajta, és hát természetesen gondolom már mondanom sem kell nektek, hogy nekem az autó hátsó része az, ami igazán betalált, szerintem nagyon jól eltalálták. Ennek az autónak a hátsó részét is, hát így kb. A méretekről lehet fogalmatok, itt láthatjátok egy emberméretű ember mellett, hogy mekkora is ez a kuntás, abszolút nem kis autóról van szó, szóval ez a szokásos Creator Expertös arányban épített autó, viszont láttam egy, ezt a képet kerestem, láttam egy képet, amin bemutatják a többivel egyetemben, most hogyha megvannak ezek az autók, vagy akár a Porsche megvan nektek, a kettő egymás mellett kiállítva azért eléggé jól tud kinézni, kifejezetten vágyok erre a készletre, na de! Mikor és mennyiért tudjátok megvásárolni ezt a készletet? A set július 1-én fog megjelenni a VIP vagy Insiders tagok számára, hogyha nem vagytok Insiders tagok, akkor július 4-től tudjátok megvásárolni, és 74 ezer forintba fog kerülni. Ez a készlet hát abszolút nem olcsó, hiszen így nézegettem a Porsche 911-es készletet, azért az majdnem egy tízessel olcsóbb, és kb. Hasonló darab számról van szó, és azért az többféle verzióban is össze lehet építeni. Mostanság tudjátok, egyre drágábbak a LEGO készletek, ez pontosan 74 ezer forintba fog kerülni, és hát irány a komment szekció, mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek hogyan is tetszik ez az autó, vártatok már erre a készletre? Én már epekedre vártam, hogy kapjunk egy régi Lamborghini kuntást, és főleg ennek az autónak ugye nagyon kerekedett formái vannak, és azért egészen látszódik rajta, hogy a LEGO visszabírta hozni ezeket a formákat, mint hogyha egy új szélesítés is lenne itt a hátsó részénél, hogy lehet, hogy még ez az első része is új, ez majd ki fog derülni az építés során, de hát nem tudom, lehet, hogy ezek nyomatok, nem matricák. Nem látom a szélüket, úgyhogy lehet, hogy nem lesz benne matrica, ez majd ki fog derülni, és az, hogy vörös belsővel érkezik, azért az eléggé sokat dob rajta, meg az, hogy ott vannak a lambó ajtók. Nem is beszélek tovább róla, kifejezetten jó készletről van szó, legalábbis így első ránézésre. Ha tetszett ez a kis extra bejelentkezés, akkor a lájkokat ne felejtsétek a videóról, és azt se felejtsétek el, hogy most indul a Birkin Designer programjának második fordulója, hogyha elő szeretnétek rendelni azokat a készleteket, akkor most itt a lehetőség, hiszen ebben a pillanatban válik élessé, le ne maradjatok azokról a szettekről, amiket be szeretnétek vásárolni, és hát természetesen irány a komment szekció, mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek hogyan tetszik ez a készlet, ennyi lettem volna mára most már ténylegesen, ha tetszett, lájkoljátok, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a tendőmű, pedig találkozunk a következő videóban. Szevasztok! Yeah!